Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket egy emblematikus helyszínen. Ez a gát még az árvízi védekezés előtt erre jártak volna, akkor ez itt nem volt. Tehát ezt egy nagyon nagy erőfeszítéssel építettük. És hát azért kezdeményeztem, hogy itt Győr-Sopron megyébe találkozzunk, mert itt kezdődött az az árvízi védekezés, amelyik aztán végigkísérte a Duna egész szakaszát, és eredményesen zárult. Győr-Sopron megye ebből a szempontból egy kicsit szimbólum. Itt volt a legrövidebb idő a felkészüléshez és az erők eszközöké ide csoportosításához. Azt hiszem, hogy becsülettel helytáltak az önkéntesek, becsülettel helytáltak a hivatásos szervezetek. A jelenlevőket azért nem hiszem, hogy nagyon be kell mutatni, de azért mégis Széles Sándor urat mutatnám be, ő a Megyei Védelmi Bizottság elnök, egyben a kormányhivatal vezetője, Csóti András büntetésvégrehajtási vezérőrnagy úr, ő pedig a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka. A mai napon azt tenném, hogy egy kicsit összegezném a helyreállítás néhány olyan fontos mutatóját, amit talán eddig még nem említettem, hiszen tulajdonképpen befejeződtek azok a munkálatok, amelyeknek az volt a célja, hogy újra élhetővé tegyük azokat a településeket, ahol a védekezés eredményeként hatalmas homokzsákfalak álltak, utakat kellett lezárni, utak voltak víz alatt, megszakadt az áramszolgáltatás, a vízellátás, embereket kellett kitelepíteni. Épp ezért egy nagyon fontos, feszes ütemterv szerint haladtunk a helyreállítás során. Ugyanazt a szervezettséget igyekeztünk végig biztosítani, mint ami a védekezést is jellemezte. Elmondok néhány olyan adatot, amelyik talán összegzése lehet a helyreállítás nagyon komoly erőfeszítésének. Az első ilyen adat a visszabontás, hogy tehát azt a több mint 10 millió homokzsákot és közel 300 ezer köbméter homokot, amit felhasználtunk a védekezés során, vissza kellett bontanunk az önkormányzati védműveken is és az állami védműveken is, amelyik rendkívüli erőfeszítést igényelt, és már most is jelezném, hogy azért kértem a Csóti úrnak a jelenlétét, mert a büntetésvégrehajtás szervezete és az elítéltek is igen nagy létszámba jelentős segítséget nyújtottak a helyreállítás gyors ütemű befejezéséhez. A visszabontás munkálataiba 10.533 fő vett részt az elmúlt napokban, ami igen jelentős létszám, részben önkéntesek, részben közfoglalkoztatottak, részben gazdasági társaságok, munkavállalói és igen nagy létszámba büntetésvégrehajtás kollégái. 9.606.000 homokzsákot ürítettünk ki, és részben 56 település igényt tartotta, hogy a kormány ezt felajánlotta a településeknek részbe a zsákokra, részbe a homokra. Külön-külön deponáltuk ezeket, és 56 településnek átadtuk, ahol a szennyezés olyan szintű volt, hogy azt nem lehetett már másra felhasználni. Mondjuk egy ilyen település, mondok mondjuk Szigetmonostor, ahol a furt kutak és a kerti vécéknek a tartalma fekália elöntött területeket, és ott a védművek olyan állapotban voltak, hogy ott azt csak megsemmisíteni lehetett, de egyébként ezt megtettük, tehát 9.606.000 homokzsákot bontottunk vissza, 228.850 köbméter homokot, ebbe a munkába 10.533 fő mellett mintegy 1200 munkagéppel, szállítóeszközzel vettek részt erre hivatottak. A fertőtlenítés külterületi kérdéséről egy pár szót. 280 km hosszan és 63 hektár területen hajtottunk végre külterületi mentesítést. Ennek során 300 ezer liter fertőtlenítőszert használtunk fel. Ez egy speciális munka, erre speciális tudású méregmesterek és speciális gépek kerültek igénybevételére, 15 ilyen speciális eszköz, és 30 fő hajtotta végre ezt a külterületi mentesítést. Az utak tisztítása, ahogy elmondtam a bevezetőbe, az utakat mindenütt felszabadítottuk, nincs elzárt út Magyarországon az árvíz miatt.
a vasúti közlekedés mindenütt helyreállt, de nyilván volt egy jelentős szakasz, ahol takarításra, úttisztításra szükség volt. Összesen 169, közel 170 kilométert kellett takarítanunk. Ezt 314 fő végezte, 241 munkagéppel, itt elsősorban közútkezelők munkáját szeretném aláhúzni. A belterületek és a lakóépületek, a vízzel érintkező ingatlanok fertőtlenítésében a lakosságot 203 fő szakértő segítette országosan. 25 ezer négyzetméternyi közintézménynél hajtották végre a mentesítést. A lakosságnak állami költségekből 1050 fertőtlenítő tablettát, 1500 fertőtlenítő kendőt, 25 kg klórmészt és 43 liter fertőtlenítő anyagot biztosítottunk, amelyel a vízzel érintkező ingatlanokat mentesíteni lehetett. Budapesten a Dunaszakasz szigetet is és az út mindkét oldalt, a Duna mindkét partját érintette. Itt 7000 kilométer útnak a tisztítását, fertőtlenítését végeztük el, 100 fő közreműködésével, gépi eszközzel, emellett 5500 kilométert kézi eszközökkel, 250 fő részvételével mentesítettünk. A MÁV vonulás útvonaláról 20 ezer homokzsákot vontottunk vissza, 25 köbméter homokkal, és a két fővonal, amelyik megsérült, ez Komárom-Esztergom megyébe, az pedig helyreállításra került, és a forgalom teljes mértékben visszaállításra került. Valamennyi 3246 fogyasztó helyen az áramot visszakapcsoltuk, és a kitelepítettek, 1570 fő volt az árvíz miatt kitelepítve, visszatérhettek az otthonukba. A ma reggeli adat szerint 4 fő még nem tud visszatérni az otthonába, ez Mohács. Mohácson talán a média is hírt adott erről, több ízben is. Ott a szennyvízrendszer sérült meg meglehetősen súlyosan, és az út beszakadt a Dunához közelrevő részen, ezért a beszakadás helyszínén levő egyik házban a visszatelepülés veszélyes lehet, ezért ez a 4 fő nem tért vissza az otthonába. Tegnap jártunk Mohácson, ahol részben a máltai szeretetszolgált, részben a helyi önkormányzattal és a lakókkal együtt kialakítottuk a végleges megoldást, hogy hova költözzen ez a 4 fős család. Biztosításról pár szót. Összesen lakásbiztosítási ügyben 1761 kárbejelentés érkezett a magyar biztosítókhoz. Ez kárértékét tekintve ez 473.128.900 forint. Ebből a mai napig kifizetésre került már 67.550.000 forint. A vagyonbiztosítás, itt elsősorban a gazdasági társaságok, vállalkozások vagyonbiztosításáról beszélek, 157 kárbejelentés érkezett, mintegy 656.770.000 forint kárértékről. Ebből a mai napig már 17.150.000 forintot fizettek ki. Ami a szúnyogírtást illeti, erre kidolgozott szakértők által kidolgozott ütemterv szerint zajlott és zajlik még néhány helyszínen, most már nem a második, hanem a harmadik körös szúnyogírtás is. Földi kémiai módszerekkel 76.371 hektárt szúnyogírtását végeztük el, légi kémia eszközökkel 96.006 hektárnyit, és biológiai szúnyogírtási módszerrel 11.820 hektár szúnyogírtása került végrehajtásra. A kormány döntése alapján egyébként a dunai szakaszon túl április-májusban az ország több területén lezajlott jelentős áradások miatt a szúnyogírtást a jövő héten kiterjesztjük azokra a területekre is, ahol az ANTS felmérése szerint erre szükség van. Emlékeznek rá, hogy tulajdonképpen az összes jelentős vízfolyásunk áradt és elöntésre is sor került, jelentős nagy belvízi elöntések is bekövetkeztek, ezért szükséges, hogy a szúnyogírtást ott is elvégezzük.
mivel azonban azokon a térségekben ugye nincs veszélyhelyzet kihirdetve, ott természetesen közbeszerzési eljárás eredményeképpen választottuk ki a szakértőt is és a kivitelezőt is. Ez is a jövő héten meg fog kezdődni. Én ennyit gondoltam elmondani a helyreállítás legfontosabb adatairól, és talán érzékeltetni sikerült az, hogy ez egy igen jelentős erőfeszítést és egy igen jelentős szervezettséget igénylő munka volt. Ami hátra van, az pedig a közmegelégedésre igyekszünk elvégezni. Elsősorban a Mohácsi szennyvíz telepnek a gyors rekonstrukcióját értem ez alatt. Én átadnám a szót Széles Sándor úrnak. Parancsolj! Köszönöm. Tisztelt főigazgató úr, hölgyeim és uraim! Győrmoson Sopron megyében a kormány döntését a helyreállítás tekintetében gyakorlatilag végrehajtottuk. A mai napon befejeződik a homokzsákoknak az ürítése maradéktalanul, és az a 20 kilométeres ideglenes védvonalrendszer, amit az önkormányzati védekezés kapcsán építettünk, annak csak egy része maradt fenn, ott, ahol a védekezést addig, amíg a végleges állami védvonalak ki nem épülnek, addig megtartjuk. Egy ilyen védvonal mellett vagyunk jelen pillanatban is, és úgy ítéltük meg, hogy szükséges ezeknek a védvonalaknak a fenntartása addig, amíg a végleges védvonalak ki nem épülnek. Ahogy az elmúlt pár hétben tapasztaltuk, hogy 9 nap alatt képes volt egy ilyen rendkívüli árvízi helyzet kialakulni, ennek az esélye sajnos a továbbiakban is megvan, és a mostani tapasztalatok felhasználásával egyértelműen kijelenthető, hogy nem csak az országban, de Győr-Moson-Sopron megyében is a hivatásos állomány szakmai irányítása mellett az önkéntesek bevonásával képesek vagyunk egy ilyen jellegű védekezésnek a lefolytatására. De ehhez óriási segítség volt nekünk, hogy az ország bármely pontjáról igényelhetünk olyan szakmai támogatást, illetve eszköztámogatást, amit igénybe tudtunk venni. Ugyanezt történt a homokzsákok ürítése kapcsán. Biztosra veszem, hogy vezérőrnagy úr majd a büntetés végrehajtás részéről pontos adatokat fog ismertetni, de el kell mondanom, hogy az ő támogatásuk nélkül ilyen gyorsasággal, ilyen precízséggel nem lettünk volna képesek végrehajtani, ezt a feladatot, mert az önkéntesek erre a munkára már sokkal nehezebben voltak hadrafoghatók, mint a védekezési munkálatokban. 5200-at meghaladta a hivatalos állomány részéről az a létszám, ami részt vett a védekezésbe, és volt olyan nap, amikor közel 3000 civil védekezett, segítette a védekezést, ami nem csak a homokzsák töltést jelentette és homokzsák rakást, hanem az ellátás megszervezésében és az ellátás végrehajtásában is nagy-nagy segítségükre voltak, mind a szervezetek, mind a magánszemélyek, akik élelmiszerrel, étellel segítették akár a gáton, akár a háttérben a munkák végzését. Győr-Moson-Sopron megyében több mint 1.400.000 homokzsák került megtöltésre, és ahogy említettem, ennek a kiürítése gyakorlatilag megtörtént, és a homok egy részére az önkormányzatok, illetve civil szervezetek az önkormányzaton keresztül bejelentették az igényüket. Hogy csak érdekességet mondjak, volt olyan település, ahol lovas pálya kialakítására igényeltek homokot, mivel a megyében 20.000 tonna homok került a védekezés során felhasználásra, ebből jutott mindenkinek bőven, akinek ilyen jellegű igényei voltak, de volt, ahol az önkormányzati utak javítására kívánják felhasználni, volt, ahol egyéb más feladat elvégzésére fogják ezt megtenni, de döntő többségében ezek a felhalmozott homok, depók olyan helyre kerültek elhelyezésre, hogy egy esetleges árvízi védekezés kapcsán ismét felhasználhatóvá válnak. Úgyhogy én Győr-Moson-Sopron megye nevében nem tudok más tenni, mint megköszönni a hivatásos állománynak a szakmai irányítást, a védekezésben való részvételt, és a helyreállítási munkálatok kapcsán nyújtott segítséget, ami egyrészt megmutatkozik a szúnyoggyérítési munkákban, másrészt a büntetés végrehajtási intézet részéről abban az óriási kézi munkaerőben, amit a helyreállítás kapcsán tettek. Még egy mondatot mondok már csak, az önkormányzatok részéről benyújtott viszmajor igények elbírálás alatt vannak, és jelen pillanatban a kincstár és a kormányhivatal, illetve a katasztrófavédelmi szakembereknek a bevonásával
nagyon jó ütemben haladunk, és nem találtunk olyan számlát jelen pillanatig, amely indokolatlan lett volna, tehát egyetlen egy önkormányzat az eddig vizsgáltak közül nem élt vissza a veszélyhelyzettel, és csak a megalapozott, indokolt munkát, annak az elvégzéséhez szükséges összegek nyújtották be a kormány felé elszámolásra. Köszönöm szépen, tábornok úr. Szép napot kívánok, a tisztelettel köszöntök valamennyi jelenlevőt. A büntetés végrehajtási szervezet az árvízi védekezésben és az azt követő helyreállításban június 4-e óta folyamatosan részt vesz. 29 büntetés végrehajtási szervtől a mai napig, miután mai napig pont itt Győr-Sopron megyében is dolgozunk, Győr-Újfalunál, 961 fő személyi állományú tag, 2123 fő fogvatartott végzett ilyen jellegű tevékenységet, és összesen 11.329 munkanapban végeztük ezt a fajta tevékenységet. Kiváló kapcsolat volt a kezdetektől az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság válságkezelési, majd azt követően helyreállítási operatív törzsével, így aztán módunk és lehetőségünk volt arra, hogy kiváló szervezés mellett 23 helyszínen végezzünk, vagy árvízi védekezés, vagy helyreállítási feladatokat. Két büntetés végrehajtási szerve egyébként közvetlenül is érintett volt az árvízi veszélyben, ez a Vácott lévő fegyház és börtön, illetve a Dunamix Kft., de védekezési feladatunkat ott is eredményesen teljesítettük. Miután az intézeteink diszlokációja nem egyezik meg ugye a Duna vonalával, ezért igen jelentős szállítási és logisztikai feladatokat kellett végrehajtani. 104 ezer kilométert futott a gépjárműveink annak érdekében, hogy a feladatot végre tudjuk hajtani. A védekezés során 500 ezer homokzsák megtöltése és kihelyezése, majd a helyreállítás során 1 millió 840 ezer homokzsák kiürítése történt meg eddig büntetés végrehajtási szervezet által, ugye ez 2 millió 340 ezer, és amennyiben én számszakilag nem tévedek, ez 48 ezer tonna homokot jelent, ami igen jelentős munka. Én úgy gondolom, hogy most majdnem a végén a feladatnak elmondhatom, hogy munkatársaim és kollégáim kiváló szolgálatellátása mellett a fogvatartottak példás munkafegyelemmel, megfelelő motiváltsággal dolgoztak, és külön örömemre szolgál, hogy tájékoztathatom önöket, hogy több mint egy hónap alatt ennyi helyszínen végzett munka során semmi fajta rendkívüli esemény nem történt, amit én kiválóra értékelek. Ebben természetesen is azt, hogy eredményesen tudjunk mind védekezni, mind helyreállítani. A katasztrófavédelem, a rendőrség, a vízügy, egyes helyeken a MÁV szakembereinek közreműködése is szükséges volt, akikkel kiváló kapcsolatot alakítottunk ki, de ugyanezt tudom elmondani, mind a védekezés, mind a helyreállítás során a különböző önkormányzatok vezetőivel és polgármestereivel. Én úgy gondolom, hogy példás volt az együttműködés. Számomra igazán megtisztelő, és az általam képviselt szervezet számára is igazán megtisztelő, hogy főigazgató úr azt mondta, hogy mi segítettünk, kormány megbízott úr meg azt mondta, hogy támogattuk ezt a munkát. Engedjék meg, hogy én azt mondjam, hogy mi ezt kötelességünknek éreztük. Sem nem segítés, sem nem támogatás, hanem egy egyértelmű kötelezettség érzet vezetett bennünket ebben a munkában, és talán szabad legyen azt is megemlíteni, hogy ugyanúgy, mint a 2010-es borsodi árvíznél, a büntetés végrehajtási szervezet, annak személyi állománya, de a fogvatartottak is eredményesen hajtották végre kijelölt feladataikat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tábornok úr.